Na jó reggelt! Itt is van a második rész. Nagyon szépen köszönöm azt a sok visszajelzést, amit az előző videóra, ugye a londonos videóra adtatok, mind itt YouTube-on, mind pedig Instagramon. Ugye, aki Instagramon követ, az tudja, hogy ott próbálok napi szinten valami tartalmat csinálni. Aki nem követ, az tök jól tenni, hogyha követne. Igazából tök jól esett újra, úgymond itt saját magamnak alkotni valamit, vagy csinálni valamit. És amit az előző videóban elfelejtettem mondani, hogy tök jó ebbe a hosszú kihagyásba, majdnem megint így számba, feliratkozó számba megduplázottunk, úgyhogy ennyi, igazából csak köszönöm, örülök, hogy itt vagytok, és ez most már azt jelenti, hogy áll ideje tartalmakat csinálni. Remélem tetszett ez az intro, igazából a idei nyári élményeket próbáltam összefoglalni, természetesen azokból az alkalmakból, amikor volt nálam kamera. Szerintem simán mondhatom, hogy ez volt életem eddig legjobb nyara, élményekben biztosan, tök durva, mert tényleg amit évekkel ezelőtt terveztem, vagy gondoltam, az most nagyjából megvalósult. És nyilván nem akarok minden apróságra kitérni, mert holnap reggelig itt ülhetnék és mesélhetném, hogy hú, milyen tök jó kalandok voltak. Igazából két nagyobb utazást szeretnék kiemelni. Az egyik volt Berlin, a másik pedig Kréta. Ja, úgyhogy szerintem kezdjük Németországgal, Berlin. Németország igazából soha nem volt úgymond érdekes számomra, nem is akartam oda eljutni, meg nagyon semmi nem is vonzott, ismerősök sincsenek nagyon arra, és ha jól emlékszem, korábbi években még soha nem is jártam ott, és idén azt hiszem ötször is, mármint ötször másik városba külön repülővel, úgyhogy ja, idén ilyen németországos évet tartottam. Legnagyobb vagy leghosszabb utazás Berlin volt, még a londoni út előtt, ahova hát kedves barátom Roland hívott el, és első körben igazából egy hotelnek forgattunk videót, de nagyjából az volt a cél, hogy megismerjük a várost. Érdekes volt látni Berlint, mert elég hasonló Budapesthez, így a felépítését nézve, lakosságát nézve, a múltját nézve, nagyon-nagyon sok történelem van ott tényleg, tehát az egész városban így magadba tudod szívni, és tényleg hozzám hívően próbáltunk reggeltől estig egész nap talpon lenni, folyamatosan sétálni, menni, és a városból a lehető legtöbb dolgot megnézni, megtapasztalni, vagy a legtöbb információt igazából begyűjteni. Igazából van nagyon sok szép hely benne, ami szerintem érdekes, hogy tényleg mennyire különbözik Nyugat és Kelet-Berlin így egymástól. Természetesen a legtöbbször inkább a modern részeknek örültem. Tényleg sok dolog tetszett, de hogy őszinte legyek, nem lesz szerintem a kedvenc helyem egyike. Ami miatt viszont tényleg nagyon különleges volt ez az út, hogy a legtöbb időt a Rolanddal úgymond kettesbe töltöttük, ketten mentünk mindenhova és próbáltuk felfedezni a dolgokat, ugyanúgy, mint annó a Dáviddal. És ami az érdekes volt, hogy itt a Roland, ő nem kamerázott, csak volt velem, és igazából felügyelte a dolgokat. És ez tök jó volt, mert én általában egész nap, amikor utazunk, akkor folyton a kamera mögött vagyok. Próbálom úgy szemelni a dolgokat, hogy hú, ez jól nézhet-e ki képen, ez jól nézhet-e ki videóban, stb. Vagy éppen a telefonon lóg az ember és nézi, hogy na most erre a helyre kell jutnunk, most arra a helyre kell jutnunk. És a Roland pedig ennek teljesen az ellenkezője volt, és sikerült egy picit így elsajátítanom tőle, vagy megtanulnom tőle ezt a dolgot, hogy igenis néha félre kell tenni a telefont, félre kell tenni a kamerát, el kell tévedni a városba, és csak nyitott szemmel járni. Tényleg elég érdekes helyekre jutottunk el. Szerencsére mondhatom, hogy láthattunk olyan részeket is Berlinben, ami nem a legfelkapottabbak, úgyhogy szerintem sikerült meglátnunk az igazi arcát is. Szóval egy élménynek nagyon úgymond különleges volt, de ha nem lesz különösebb munka vagy projekt, akkor igazából én nem vágyódok oda-vissza. És ami a vicces volt az egészből, hogy mikor hazajöttünk, hazarepültünk este vissza Budapestre, akkor én másnap reggel mentem rögtön utána Londonba, úgyhogy hát nem volt valami sok pihenés igazából, de ja, úgyhogy szerintem tök szuper volt, és rá pár hétre a másik pedig Kréta volt. Az eddigi
utazásaimhoz vagy nyaralásaimhoz képest ez azért volt különleges, mert úgymond az egész hetet egy hotelben töltöttük. És még nem voltam korábban ilyen helyen, mert nem csak egy hotel épület volt, hanem igazából egy ilyen hotel falu. Nem tudom pontosan ezt megfogalmazni, aki járt már ilyenbe biztosan tudja. Na, a lényeg az, hogy iszonyatosan sok étterem, nagyon sok épület, nagyon sok medence, nagyon hosszú partszakasz, egy hatalmas területen van igazából az egész hotel így elterítve. Abban az egy hétben, amit szerettünk volna csinálni, azt igazából ott mind meg tudtuk valósítani, és nem volt arra szükség, hogy elmenjünk ilyen városba vagy olyan városba. Aki járt már Krétán, az tudja, hogy eléggé kopár ott a vidék, úgyhogy nagyon nincsenek is olyan különleges dolgok, amiket meg lehetne nézni. De nyilván kocsit béreltünk, és volt egy vagy két alkalom talán, amikor rámentünk valamelyik helyre, és nem tudom, csináltunk képeket vagy valamit. Úgyhogy ja, ezt leszámítva, ahhoz képest, hogy egy helyben voltunk, és ez pont nem én vagyok, mert én inkább benni szeretek, eszméletlen relaxálós, pihenős volt igazából az időtöltés, és pont addigra elég sok anyagom felhalmozódott így az elmúlt hetekből meg hónapokból, úgyhogy tök jó volt esténként kijönni a vízpartra, vagy akárhova igazából, és úgy tudtad csinálni a dolgaidat. És mivel tök jól a tengerparton helyezkedett el nagyjából, ha reggel felkeltél, láttad a napot felkelni a vízből, és este, vacsora után pedig tök szép volt a naplemente, ahogy így belement a vízbe. Úgyhogy ja, tök luxus volt igazából az egész hotel, szóval úgymond semmire nem lehetett panaszunk, sőt, ha belegondolok, szerintem azóta se laktam olyan jól, mint ott egy-egy ilyen étkezésem. És ja, sajnos ilyenkor az ember megfeledkezik az edzésről, főleg amikor úton van, vagy tényleg 4 héten keresztül folyamatosan úton van. És rossz, amikor úgymond kijössz a formádból, mert akkor, amikor meg utána talpon kell lenni mondjuk 10-16 órát, akkor az már nem megy annyira. Úgyhogy a Görögország szuper volt. Ott is idén jártam először, oda mindenképpen vissza is szeretnék menni még. Van ott azért elég sok sziget, amit tök jó lenne bejárni. Igazából Krétán ahhoz képest, hogy úgymond milyen keveset voltunk, rohadt sok anyag készült, mind fotóban, mind pedig videóban. Nyilván a legtöbb anyagot, ahogy mondtam a videó elején, és Instagramon megtaláltak, úgyhogy szerintem érdemes megnézni, hogy mi született, hát ha valamilyen inspirációt szereztek belőle, a maradék anyagot pedig belinkelem alulra az oldalamat, amire próbálok, hát viszonylag sok anyagot feltölteni, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor azt meg tudja nézni. Úgyhogy ja, remélem hamarosan lesz megint valami hasonlóan szuper utazás, főleg most, hogy már kezd jönni viszonylag a rossz idő, és hát persze a világnak még elég sok része vár ránk, úgyhogy ja, köszönöm, hogy megnézted a videót, ne felejts el feliratkozni, ne felejts el megnézni az Instagramot, a legközelebbi utazás után megint találkozunk, addig is pedig legyen szép napotok!